Eszterházy János emléknapot rendeztek Alsóbodokon annak tiszteletére, hogy a mártírgróf hamvait 2 évvel ezelőtt, 2017. szeptemberében helyezték végső nyugalomra szülőföldjén. A lelki program keresztúti ájtatossággal kezdődött. A hűség keresztútjának bejárásával a zarándokok megismerhették a politikus életének egy-egy megrázó mozzanatát, szenvedés történetét. 50 évig nem volt politikai és társadalmi akarat, hogy megtalálják Eszterházy János urnáját, és meg legyen adva neki utolsó tisztelet, hogy el legyen temetve. Tehát itt ismerik meg Eszterházy Jánost és a felvidéki magyarságot. Az alsóbodoki tiszteletadásra zarándokok érkeztek a felvidék számos pontjáról, valamint Lengyelországból, Magyarországról és Csehországból is. Föltölti az embert ez az érzés, hogy itt lehet, és a másik dolog az, hogy nagyon is kell nem csak a prágai magyaroknak, a környéken élő magyaroknak egy ilyen kis összefogás, és a másik dolog az, hogy fölfogni azt, hogy azért magyarok vagyunk, és ide is tartozunk. Tavaly voltunk itt emlékhelyen, és megtetszett maga a helynek a milliója, és most elhoztuk a klubtagjaink egy részét. Érdeklődő a csoportunk, szeretik kulturális programokat, szeretik a történelmi témákat, úgyhogy gyakran van kirándulásunk, és most ezt ejtettük útba. A zarándoknapon átadták az Eszterházy János emlékérmet, amelyet a gróf lengyel rokona Alzsbieta Lasztowiecka asszony vehetett át, aki családjával együtt segíti a zarándok központ működését. Emlékérmet kapott Králernő a Kegyelem életfogytig című Eszterházy könyv fordításáért és önzetlen segítségéért. A lelki programok során színpadra léptek az Oborajai egyházi kórusok is. Remélem, hogy mindenki lelkileg feltöltve fog hazaérkezni, és akkor leszünk mi igazán elégedettek, és akkor fogom tudni azt és érezni azt, hogy igenis édesapám is elégedett azzal, amit mi utána viszünk és utána próbálunk folytatni. Az Eszterházy János Zarándok Központot a tavaly elhunyt Paulis Boldizsár hozta létre. Annak idején Boldizsár, amikor ezt ő eldöntötte magában még a 2000-es évek elején, hogy Eszterházynak egy ilyen emlékhelyet fog építeni majd. Én azt hiszem, hogy ez a gondolat érett meg ő benne is, hogy egy olyan helyet kell itt felépítenie, amely mindannyiunk számára egy lelki épülésnek a helye lesz. A Szentmisén a hívek imádkoztak Eszterházy boldoggá avatásáért és a közép-európai népek megbékéléséért. Közös keresztény gyökereink vállalását, az itt élő nemzetek összetartozását erősítette a Szent Korona mása, amely a koronaőrség kíséretében érkezett az ünnepségre. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek szentbeszédében úgy fogalmazott, Eszterházynak a jellemében benne volt a sorsa, ember volt az embertelenségben, és Krisztus tanúja maradt a legnehezebb időkben is. Nagy örömmel jöttem, mert régóta tisztelem a mártír sorsú szent életű politikus, aki egyszerre volt jó keresztény, jó magyar, jó lengyel, aki számunkra nagy példát ad a mai időkben, hogy hűségesnek kell lenni Jézus Krisztushoz, nemzetünkhöz és emberségünkhöz. Ezt kértük ebben a szentmisében, hogyha az Úrnál van, járjon értünk közbe. Beszéltem egy emberrel, aki nagyon érdeklődik János után, és azt mondta, János, Eszterházy János, Isten szolgája nem a múlti, a jövői. Tehát föl kell fedeznünk, és a magyaroknak a feladata segíteni másokat is, akik lehet, hogy ma, mivel nem ismerik János, lehet, hogy ellene vannak, mert vannak a múlt sebei. Ezért imádkoztunk ugye Jánossal együtt, és az ő közbejárására, hogy az Úr, az irgalmas Isten gyógyítsa meg a múlt sebeit. A krakói érsekség március 25-én indított el Eszterházy János boldoggá avatási eljárását, melynek vezetője Pavel Cebula atya, aki elhivatottan dolgozik azért, hogy bizonyítást nyerjen, Eszterházy méltó arra, hogy felvegyék a boldogok sorába.